Sziasztok fiúk, lányok, Csonti vagyok, és köszöntelek benneteket a Steam ünnepi vásárfia első napján, december 19-én. Korábbi videókhoz hasonlóan most is megpróbálom az adott napi akciós játékokat röviden összefoglalni, és pár szóban bemutatni nektek, ezáltal remélhetőleg megkönnyítve némelyikőtöknek a választást, hogyha éppen szemezgettetek az adott játékkal. Mivel elég hosszú lesz ez a karácsonyi vásár, vagy ünnepi vásár, egészen pontosan január 2-áig minden nap akciósak lesznek a játékok, illetve 12 óránként új játékakciókat tesznek elérhetővé, és még ezen felül is lesz közönség szavazat, tehát hogy a játékosok, illetve a vásárlók szavazhatnak, hogy még melyik plusz egy játék legyen akciós, ezért nem hiszem, hogy a következő napokban aktívan minden nap fogok tudni jelentkezni ilyen videó összefoglalókkal, ugyanakkor a Facebook oldalra mindenképp ki fogom posztolni azokat az ajánlatokat, amiket én ezek közül is szerintem nagyon jónak találok, úgyhogy ha valakit ilyen szempontból érdekel az én véleményem, akkor tudom javasolni, hogy majd nézegesse a Facebook oldalt. Előre is elnézést, de most nekünk is így az ünnepi forgatagra nem biztos, hogy lesz többre időm, úgyhogy ennyitől egy tőlem, de most így az első napra azért megpróbálok egy ilyen kis összefoglalót készíteni nektek, illetve a mai napi játék egyvelegről is szólni néhány szót. Na így összefoglalás gyanánt tényleg az látszik, hogy megint vannak két napos akciók, ezeket fogom most röviden jellemezni nektek, illetve minden 12 órában 6 új játékot raknak be így akciók közé, illetve visszatért a Community's Choice, tehát hogy a közösség választhat egy játékakciót saját magának. Na, mivel már én így személy szerint jó pár ilyen Steam-es akciódömpinget túléltem, relatíve nem túl nagy anyagi veszteségekkel, ezért szeretnék még így a videócska elején pár tanácsot adni mindenkinek, hogy hogyan úszhatja meg, hogy rommá költekezze magát, mert tényleg azt kell, hogy mondjam, ilyenkor nagyon jó áron kaphatóak a játékok, és az ember hajlamos kicsit több játékot és többet költeni, mint amennyit valójában szeretne, vagy amennyivel tudna normálisan játszani, úgyhogy íme néhány tipp így tőlem nektek. Az első dolog, hogyha egy játékot felvettetek a kívánság listátokra, akkor érdemes mindegyiket végignézni, hogy épp adott játékok milyen akcióval rendelkeznek. Hogyha az adott játék nincsen benne a napi akcióban, vagy esetleg nem így közönség által megszavazott, vagy ilyen 12 órás akciónak a része, akkor érdemes várni a Steam-es vásár legutolsó napjáig. Ugyanis nagyon sokszor előfordult, hogy egy adott játékot betettek ebbe a napi akciós ajánlatba, és akkor még az adott akción felül is még akciósabb lett. Így tehát, ha mondjuk egy játékot most, amit már korábban kinéztetek, mondjuk 33%-kal leértékeltek, lehet, hogy valamelyik nap így a következő két hétben lesz az 50, 60 vagy 80%-os leértékelés kapható. És akkor ilyenkor az ember a fejét veri a falba, hogy miért nem tudtam még pár napot várni. Így tehát, hogyha kinéztetek magatoknak már korábban is egy játékot, de az nincs a napi vagy a 12 órás akciók között, akkor várjatok vele az utolsó napig. A másik dolog, hogy ilyenkor az ember nagyon sokszor hajlamos túlköltekezni magát, és annyi játékot előre bevásárolni, amikkel nem biztos, hogy fog játszani a következő két hétben. Így tehát, ha van olyan játék, ami érdekelt titeket és megvennétek, mert jó áron van, de viszont tudjátok, hogy a következő egy-két hétben vagy hónapban nem biztos, hogy lesz időtök vagy kedvetek játszani vele, akkor is várjatok, mert lesz majd még tavaszi vásár is, és még utána nyári vásár, és akkor csak még olcsóbbak lehetnek ezek a játékok, így tehát csak olyat vegyetek meg, amivel most is játszani fogtok. Illetve az utolsó tipp, hogyha mindenképp meg akartok venni egy játékot, akkor azt a saját kis Steam-es inventoritokba kérjétek. Ennek mi az előnye? Az, hogyha
mégis játszani szeretnétek vele, akkor onnan bármikor beválthatjátok magatoknak a játékot. Ugyanakkor, ha utána úgy döntötök később, hogy hát ezzel mégse játszotok, akkor viszont elajándékozhatjátok másnak, és ezáltal egy jó kis ajándékot is szerezhettek vele az ismerőseiteknek, és akkor így nem veszett kárba az a vásárlás. Jó, ennyi lett volna itt Dióhéjban a bevezető, és akkor most nézzük ezeket a különböző akciókat. Az első a listán a State of Decay 75%-os leértékeléssel 4,75 euróért. A State of Decay egy zombi apokalipszis játék, és itt harmadik személyű nézetben lehet irányítani a karaktert, és túl kell élnünk egy zombi apokalipszist. A játék érdekessége, hogy ez csak és kizárólag egy játékos módban játszható, ellentétben mondjuk a DayZ-vel és a több ilyen zombis túlélő játékkal, és ebben a kategóriában, tehát ebben a zombi túlélő kategóriában az egyik legjobb jelenleg a piacon. A játék továbbá tartalmaz egy ilyen kis menedzsment, illetve sim-szerű játékot, tehát a magunk kis körletét, bázisát kell fejleszteni folyamatosan, hogy túléljük a különböző zombi támadásokat, illetve a játékhoz két darab DLC is tartozik, amiket most szintén akciósabban lehet beszerezni. Jó magam, ezért az árért én szerintem nagyon jó ajánlatnak tartom ezt a játékot, olyannyira, hogy én már meg is vettem, és valószínűleg a következő néhány napban ki is fogom próbálni, hogyha időm engedi, de hogyha más nem, akkor a következő hetekben, hónapokban mindenképpen. Úgyhogy a State of Decay-t én egy nagyon jó ajánlatnak tartom, és aki korábban szemezett vele, annak tudom ajánlani, illetve hogyha valaki még nem csömörlött meg a zombiktól, azoknak is. Sniper Elite 3, elnézést, már kettőt akartam mondani. Na, ez egy mesterlövész szimulátor minden tekintetben, és a készítők tanultak a Sniper Elite második részének a hibáiból, és ez a harmadik rész most már sokkal polírozottabb, sokkal inkább jobban összerakott játék, ahol ténylegesen az álcázáson is nagyon nagy hangsúly van, és ezáltal egy kellemes játékmenetet tudhatunk magunkénak. Jó magam, nem játszottam egyik részével sem, viszont számos videót láttam a játékokról, és az alapján mondhatom, hogy a harmadik rész az relatíve rendben van. 50%-os leértékelés mellett most 20 euróba kerül, egy picit drágának tartom még mindig így az árát, de esetleg akinek mondjuk nagyon tetszik ez a fajta műfaj, azoknak megérhet egy próbát a Sniper Elite 3. Metal Gear Solid 5 Ground Zero, vagy Zero. Na, ez pont tegnap jelent meg Steamen, tehát rögtön így az ünnepi vásár első napján egy 33%-os leértékeléssel landolt 13,4 euróért. Az nagyon fontos, hogy ez a Metal Gear Solid 5. részének úgymond egy ilyen kis előzménye vagy demója, inkább azt tudnám mondani, és akik évközben követték a Metal Gear-es eseményeket, azok tudják, hogy ez a játék évközepén landolt a konzolokon 40 euróért. A játék viszont nagyjából egy óra alatt végigjátszható. Tehát mi következik ebből? Ez egy jó drága demó, és igazándiból én ezt nem venném meg, ha csak nem vagyok hardcore Metal Gear fanatikus, de akkor már valószínűleg konzolon meglennének a részek. Tehát alapvetően ez a játék nem kínál sokat, amit kínál, az a kevés, az nagyon jó, tehát én még egy Metal Gear-rel sem játszottam, ezt bevallom nektek őszintén, de viszont tudom jól, hogy Metal Gear játékmenetben ez nagyon ott van a szeren, és mindenki dicséri, viszont tényleg egy-két óránál több játékot nem rejt magában, úgyhogy mindenki, aki kipróbálja, vagy ki szeretné próbálni a Ground Zero-t, akkor az ennek tudatában gondolkodjon el ezen. Én szerintem ez a 13,5 euró majd nem, ez sok még ezért, viszont ha csak 2-3 euró lenne, akkor azt mondanám, hogy érdemes kipróbálni, de én így várnék vele. Viszont a Metal Gear Rising Revengeance, ami ugyancsak egy Metal Gear játék és 2014-es, az most jelenleg 4 euróért beszerezhető, ez is nagyjából egy
6-8 órás játékidőt takar, viszont eszméletlenül jó pofa, olyannyira, hogy én tegnap ezt megvettem, kipróbáltam, és annyira badass, over the edge, ilyen japán, meka, kardozós, tehát iszonyat durva akciók vannak benne, és tényleg, amikor így a több tíz tonnás acélmonstrumot egy emberrel így tacsra vágjuk kategória, tehát nagyon jó pofa, ilyen megalomán japán stílusú ilyen akciójáték, és tényleg Metal Gear köntösben. Azt már inkább tudom nektek ajánlani, hogy 4 euróért próbáljátok ki a Metal Gear Rising Revengeance-t. Ez nincs benne a napi ajánlatok között, ugyanakkor most ez nagyon olcsó és érdemes rá beruházni. Úgyhogy ha választhattok, akkor inkább ezt ajánlom nektek. Rocksmith 2014. Na, ez egy nagyon érdekes játék, olyannyira, hogy szerintem ez nem is játék, hanem igazság szerint ez egy gitároktató program. Szükség lesz hozzá, hogy legyen egy külső perifériátok, tehát egy gitárotok, amit így beledugtok a gépbe, viszont ha mindezzel rendelkeztek, akkor ez jelenleg az egyik legjobb program a piacon, aminek a segítségével el lehet sajátítani a gitározás tudományát. Ennél többet nem mondanék róla, mert nekem ezzel kapcsolatban nincsenek különösebb tapasztalataim, de így a leírások alapján tény és való, hogy nagyon sokan dicsérik ezt a programot, így tehát akinek megvan a szükséges perifériája, illetve szeretne megtanulni gitározni, vagy már valamennyire tud gitározni, és szeretné magát kipróbálni egy ilyen programmal, akkor 17 euróért érdemes lehet nekivágni, bár én érzésem szerint ez nagyon keveseket fog érinteni, mindenesetre a Rocksmith is most 66%-kal olcsóbb, tehát jóval kedvezményesebb áron lehet beszerezni a szokásosnál. Space Engineers 50%-kal olcsóbb, 9,5 euróba kerül így a játékocska, ami még mindig korai hozzáférés státusában leledzi. Ez egy érdekes ilyen fizikai sandbox játékocska, ahol különböző űrhajókat, űrhajó alkatrészeket, platformokat, űrbázisokat építhetünk föl. Kicsit olyan, mint a Minecraft csak az űrben, viszont az nagyon fontos és megemlítendő, hogy jelenleg a fizikai szimuláción és az építkezésen túl nem kínál sajnos többet a játék. Itt tehát csak azoknak tudom ajánlani, akiknek elegen annyi, hogy építkeznek benne, külön harcrendszer, külön egyéb ilyen felfedezhető területek nincsenek a játékban, legalábbis még nincsenek benne, és ki tudja, hogy belekerülnek-e valaha is, de annyi már bizonyos, hogy kóban is lehet benne építkezni, így tehát, hogyha valakik oldhatatlan vágyat éreznek magukban, hogy alkotói fétisüket közösen valósítsák meg és éljék ki, akkor azoknak jó lesz ez a Space Engineers, ugyanakkor akik kalandra, felfedezésre, akcióra vágynak, azoknak inkább egy másik fajta hasonló sandbox játékot érdemesebb inkább kipróbálnia. Rome 2 Total War Emperor Edition 13,74 euróért 75%-os leértékeléssel kapható ez a kis, hát körökre osztott stratégia. Rome 2 megjelenésekor elég nagy port kavart, ugyanis annyi hiba és bug volt benne, mint égen a csillag. Utólag, főleg ezt már az Emperor Editionre hál' Istennek kijavították, ugyanakkor azért az a kellemetlen emlék elég sokakban mély tüskét hagyott. Maga a játék egyébként jó és teljesen rendben van, rendes körökre osztott stratégiáról van szó, és utóbbi már elég jó értékeléseket is kapott. Minden esetre így, ezen az áron én szerintem már, aki korábban szemezgetett vele, annak érdemes lehet belevágnia, mert jó sok játékórát rejteget magában, így aki szereti az ilyen történelmi csatákat, illetve monumentális ütközeteket, azoknak egy kellemes élmény lehet a Total War sorozat legutóbbi tagja, a Rome 2. Civilization Beyond Earth 40%-kal olcsóbb,
30 euróba kerül így a játékocska, ami azért egy kisebb fajta leértékelés, ugyanis nem régiben jelent meg, egészen pontosan október közepe táján a játék. A Beyond Earth az a legutóbbi Civilization, amit a kezünkbe kaphattunk, mely a jövőben játszódik, és az emberiség egy idegen planétán próbálja meg felvenni a kesztyűt és túlélni, illetve továbbvinni az emberiség történelmét. A futurisztikus környezetnek köszönhetően érzésem szerint kevesebb az a fogóckodó pont a játékos számára, amivel azonosulni tud, tehát itt nem fogunk híres, ismert, nevezetes emlékműveket, épületeket felhúzni, nem lesznek benne történelmi alakok, hanem tényleg az egész egy ilyen elképzelt fantázia környezetben játszódik. A játéknak talán ez a legnagyobb gyengesége, hogy kevés az ilyen kapcsolódási pont és kicsit olyan jellegtelennek érződhet, de maga a játékmenet az abszolút a Civilization 5-nek a motorján alapszik, és egy-két dolgot jól átemeltek belőle, és egy picit megpróbáltak újítani is, bár nem annyira nagyon. Jelen pillanatban én azt tudom mondani, hogy ha már valaki Civilization-özni akar, akkor inkább a Civilization 5-öt próbálja ki, annak a Brave New World DLC-jével együtt, amely egyébként most szintén akciós, úgyhogy azt is érdemes megnézni. Elég jó, az is 75%-kal le van értékelve, úgyhogy a kettőt együtt elég olcsón 15-6 euróért be lehet szerezni. Ha jól számolom, 17,5 euróért a Brave New World-el együtt. Úgyhogy én inkább azt javaslom, a Civilization Beyond Earth pedig majd inkább akkor lesz érdekesebb, hogyha kap egy-két kiegészítőt is. Ugye a Civilization 5 is hasonlóan ilyen kicsit olyan középszerűbben indult, attól függetlenül egy nagyon jó játékról van szó, hogy akik szeretik a körökre osztott stratégiát, ennek is megvan az a csak még egy kört feelingje, de érzésem szerint ez is majd egy-két kiegészítő múlva fog kiteljesedni, akár csak a Civilization 5. része. Mindazonáltal, aki szereti a sci-fit, és nem érez magában hiányosságot amiatt, mert nem ilyen történelmi múlttal felvértezve játszhatja végig a Civilization, azoknak tudom ajánlani, hogy érdemes kipróbálni, bár azt hozzáteszem, hogy így átszámítva nagyjából 9000 forintért, csak kicsit kapjátok meg így most olcsóbban az akció keretén belül, mint hogyha egy hazai boltban néznétek utána a játéknak, de ezért révén új játékról van szó, esetleg már egy karácsonyra megérheti így kipróbálni Steam-es akció keretén belül is. Dark Souls 2 most 14,8 euróért kapható, egy 63%-os leértékelés mellett, ami szerintem egy nagyon jó ár, tekintve, hogy a játék idén áprilisban jelent meg. A játék az híresen hírhet arról, hogy elég nehéz, tehát itt nem fogunk egyszerre 8-10 ellenféllel csatázni, hanem maximum 2, ha annál többet vállalunk be, akkor pedig valószínűleg nem sokára a töltőképernyőn fogjuk találni magunkat, tehát a játék az nehéznek mondható. Ugyanakkor már sokkal könnyebb lett és stabilabb is, valamint csomó dolgot javítottak így az első részhez képest a készítők, itt tehát érdemes lehet mindenkinek belevágni, aki még nem játszott a Dark Souls-szal, viszont fontos megjegyeznem, hogy azért találhatóak benne kisebb-nagyobb portolási hibák, úgyhogy erre mindenki készüljön fel. Lényegében egy fantasy akció RPG-ről van szó, és elnézvén a nagyon pozitív beszámolókat és értékeléseket a játékról, valószínűleg tartom, hogy senki nem fog csalódni benne, viszont nehézségi szintben a gatyát mindenki kösse föl jó magasra, hogyha nem szeretne idegzsábát kapni pár óra játék után. És végezetül, de nem utolsó sorban a mai nap utolsó akciós ajánlata a Euro Truck Simulator 2, amit kereken 3 euróért lehet most megvásárolni, illetve ennek összes kiegészítője és DLC és hasonló baráti akcióban beszerezhető most. Én személy szerint már azt javaslom, hogyha valaki ezt meg akarja vásárolni, hogy a Going East DLC-vel együtt vegye meg, tehát összesen 4,5 euróért, ugyanis ebben már számos kelet-európai ország, köztük Magyarország is bekerült, több magyar várossal is, itt tehát egy kicsit hazai vizeken is lehet kamionozgatni.
Ez egy kamionos szimulátor, egy saját kamion céget, társaságot menedzselhetünk, miközben mi magunk is az országutakat róva fuvarozzuk a különböző szállítmányokat, és ezáltal bevételt termelünk ki magunknak. Aki szereti a szimulátorokat, azoknak feltétlenül tudom ajánlani, ugyanis ez az egyik legjobb jelenleg a piacon, a sok ilyen bánya, metró alagút építő, favágó, meg egyéb hülye szimulátorok mellett, tehát ez tényleg egy jó szimulátor, és restellem, de bár nekem is megvan már jó ide a játék, de nem nagyon játszogattam vele, viszont ha egyszer majd elragad engem is a hangulat, akkor biztosan fogok kamionozni jó sokat. Alapvetően egy teljesen nyugodt, kiegyensúlyozott hangulatú játékról van szó, és akinek bejön ez a kamionos zen életérzés, azoknak szerintem nagyon sok kellemes játékórát tartogat ez a játék, és még egyszer 3 euróért, vagy 4,5 euróért szerintem messze menőleg egy nagyon jó ajánlat, amit így a minap kaphatunk, úgyhogy érdemes mindenkinek belevágni, hogyha valaki már szemezgetett vele, vagy pedig kipróbálná, hogy milyen lehet kamionosként tengetni a mindennapokat. És ez lett volna a Steam ünnepi vásárfia december 19-i videócskája. Remélem tudtam nektek segíteni, hogy mit érdemes vagy kevésbé érdemes választanatok. És még egyszer mondom, a videó elején elmondtam, hogy milyen tippeket tudok adni így hosszú távon a következő 2 hétben, amíg tart a vásár. Illetve a Facebook oldalra majd megpróbálom kiposztolni minden nap azokat az ajánlatokat, amiket én nagyon-nagyon érdemesnek tartok, még akkor is, hogyha a videó nem fogok tudni így minden nap jelentkezni. Köszönöm szépen a figyelmet, utólag is elnézést, hogy ilyen beteges a hangom, de meg vagyok fázva egy picit, úgyhogy ezt valószínűleg hallhattátok így a kis beszámolom során, remélhetőleg pár nap múlva túl leszek rajta, és akkor mindenkinek jó vásárlást kívánok, remélhetőleg sikerül jó játékokat választanatok, amikkel örömet szereztek magatoknak, vagy ismerősötöknek, hogyha ajándéknak szánjátok, és akkor nézzétek a Facebook oldalt. Addig is minden jót kívánok, sziasztok!